érdekes változásokat én jelen pillanatban nem tudok ígérni, nem tudok vállalni. Először nekem meg kell ismerkednem, mint ahogy mondtam korábban is, hogy megyek a munkájával mélyebben. Reménykedem abban, hogy a volt igazgató Veres Valér segíteni fog nekem. Mindenképp el kell gondolkodnunk a KMEI struktúráján, hogy ebben a formában működtethető-e, ezt mind a KMEI irodájának, székházának a működése értelmében, mint pedig annak a partnerintézményi hálózatnak a működése értelmében, amelyet valójában alkotja. Mindenképp figyelünk a tehetséggondozásra, ezen belül különösen a szakkollégiumi hálózatnak a működtetésére, a mesteri programoknak a működtetésére, azon kívül a vendégtanári programokat mindenképp működtetni szeretnénk a továbbiakban is, a jegyzetkiadást is működtetni szeretnénk a továbbiakban, tehát azok az alapprogramjainkat, amelyekkel valójában a Bábesbújai Tudományegyetem magyar tagozata oktatási kínálatát bővítjük, javítjuk, emeljük a színvonalát, azokat mindenképpen a továbbiakban is működtetni fogjuk különféle erőforrások tőkét bevonásával. Hiszem, hogy a szervezetet sikerült eléggé felfuttatni az elmúlt években, és valóban nem csak a Bábesbújai Tudományegyetem magyar tagozatának oktatói közössége, hanem a többi három intézmény, kisebb intézmény is, amely hozzánk csatlakozott, mondhatni, hát ha nem is egyhangulak, de az oktatók nagy többségét illetően a szervezet munkáját hasznosnak, pozitívnak tartja, tehát a visszajelzések azok egyértelműen ilyen jellegűek. Mi úgy gondoljuk, hogy az, hogy a magyar tagozaton a dolgok meglehetősen jól mentek az elmúlt években, béke volt, elégedettség volt nagy értékben, az annak is tulajdonítható volt, hogy egy olyan támogatási rendszert alakítottunk ki, amely az intézmény önállóságnak a hiányosságait megfelelően meglehetősen jól tudta pótolni, és természetesen azon is tudtunk munkálkodni, hiszen ugye a szervezet érdekérvényesítő munkáján keresztül, a törvényes változások alapján, hogy az önállósodást is segítsük. A leglátványosabb eredmény az a 24 szakkollégium program, aminek 2-3 szakkollégium előzménye volt mindössze korábban, és ami a tehetséggondozást teljesen átfogja, és magyarországi rendszerbe is bekapcsolja, hiszen ott vannak ennek komoly hagyományai. Ezt emelném ki egyrészt, és másrészt azt az összefogást, azt a segítséget, ami az önállósodás útját például ezeknek az intézményeknek nyújt, hiszen még a kisebb intézményekben is komolyan elgondolkodnak azon, hogy lehetne magyar oktatást megszervezni, kialakítani például. Tehát ez is egy ilyen jellegű impulzus a mi irányunkból.